mai nap a tábor első teljes napja, és mára már egy táborlakót sem tudnánk mondani, aki ne ismert volna meg új embereket. Új családok, új közösségek alakultak, ahogyan ezt a mögöttem látható zászlók is jelképezik. Ezek a családok a héten együtt fognak tanulni, gondolkozni, beszélgetni és játszani is. De ma mit tanulhattunk, ami a tábor egészét illeti? Milyen szekciók voltak, milyen foglalkozásokon lehetett részt venni? Ki milyen élményekkel jött, és hogyan éreztük ma magunkat? Én nagyon jól éreztem magamat, és rendkívül melegen, mert elég forró témával foglalkoztunk Szabó Lacival együtt, a szerelem, szex és homoszexualitás témával. És a látogatók hogy érezték magukat szerinted? De én úgy láttam, hogy nagyon sokszor úgy elgondolkodtak. Talán van, igyekeztünk ilyen beszélgetésen megoldani a témát, és hát van, akik többen így visszajeleztek, közbeszóltak, beleszóltak, de úgy látom, hogy néhányakból bennmaradt még a kérdés. Remélem, majd pénteken azok a szempontok is elő fognak jönni. Ó, hát én nagyon jól éreztem magam, én mindig jól érzem magam, hogyha Jézustól lehet beszélni és gondolkodni. Úgy tűnik, hogy ők is jól érezték magukat, csináltunk egy kis ilyen csoportjátékot, meg ismerkedést, és utána pedig semmi más nem tettünk, mint Jézustól emlékeztünk. Nagyon jó volt, nagyon jól szórakoztunk, érdekes témáról volt szó, és szerintem minden kérdésre választ kaptunk. Mész-e még a folytatásra? Biztos, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz pénteken, ugyanis ugyanerről a témáról lesz szó, valamint a többi szekcióra is kíváncsi vagyok. Milyen folytatásra lehet számítani? Hát ez elég unalmas, mert Jézusról fogunk elmélkedni, úgyhogy a következő alkalommal is. Tehát azt terveztem itt a hétre, hogy minden délelőtt egy olyan történetet veszünk elő, ahol emberek találkoztak Jézussal. Mivel a tábor címe is ez, ezért ma Pál találkozásáról beszéltünk, holnap Mózes találkozásáról, és így haladunk tovább. Pár évvel ezelőtt voltál ugyanígy a táborban, most milyen vágyakkal, elvárásokkal jöttél ide a táborba az új kis, kibővült családoddal? Hát ez egy teljesen más élmény lesz, ezt tudtam előre. Legutóbb, amikor voltam, akkor még nem voltak meg a kislányok, és nem ezen a táborhelyen még nem jártam, úgyhogy kíváncsi voltam rá. De úgy jöttem, hogy egyrészt remélem, hogy azokban a szolgálatokban, amiben felkértek, tudok valamit adni, hozzájárulni. Másrésztről meg abban is reménykedem, hogy nekem is nagyon jó lelki és testi felüdülés lesz ez a hét. Én először is hát a régi ismerőseimet, amikor először voltam, azokkal találkozok, hála Istennek találkoztam. Második szempontból pedig egy még kiteljesedettebb találkozás mondjuk Jézussal, tehát egy lelki értékekre gondolnék, és egy meghitt, ilyen családiasabb élményekre. Átadom a szót a feleségemnek, hogy ő neki. Hát én megköszönöm először is, hogy a tornát tarthatom, hogy mindenki odafigyel az egészségére, és elég szép számmal voltak reggel. Felülmúlt az én várakozásom, somat is, és mindenki szeretettel várok, hogyha nagyon fontos az egészsége, mert jól táplálkozunk, olyan finom ételeket eszünk, hogy ahhoz nagyon-nagyon fontos, hogy sokat mozogjunk is, és most ezért elindulunk a túrára. Köszönöm szépen!